Már két védő, egy támadó és az eltiltott vezetőedző nélkül lépett pályára az Újpest ellen, a DVTK mégis 2-0-ás győzelemmel zártak. A bajnokság 13. fordulójában teljesen megérdemelten vezetett 2-0-ra, már az első félidőben a Diósgyőr, amit fegyelmezett, taktikus játékkal sikerült is megőrizni, jutalmuk 3 pont lett. Szokásos piros-fehér mezében a 23. percben szerezte meg a bajnokin a vezetést a DVTK. Sescsakov ívelte a kapu elé a labdát, amit Tabakovics fejelt kapura, a kapusról kipattanót pedig a jól érkező Márkvárt lőtte a hálóba. 0-1. Teljesen megérdemelt vezetése után egy újabb tanítanivaló ellenakcióból növelte előnyét a miskolci együttes. Hassani átadásával megint csak Sescsakov iramodott meg a szélen, a 16-os sarkától pontosan ívelt középre, és az átvétel után egy helyezett tűpontos lövéssel Tabakovics vette be az újpesti kaput. 0-2. A folytatásban is jól védekezett, taktikusan játszott a DVTK, és ha kellett, Danilovics hárított, illetve a 39. percben Zsótér átlövésénél a kapufa is segített. A fordulás utáni történésekről mindent elmond, hogy már a 69. percben tartott a bajnoki, amikor lejegyezhettük ezt a kosztafejest. A 87. percben még egy védést bemutatott Danilovics kapus, de az eredmény már nem változott. Abszolút megérdemelt játéka győzött idegenben is a DVTK. Minden játékosom, aki pályára lépett, maradéktalanul megtett mindent annak érdekében, hogy győztesen jöjjünk el, és tényleg minden taktikai utasítást fantasztikusan végrehajtottak. Ugye fentről néztem a mérkőzést, még jobban rá lehet látni a pályára, és látszott, hogy nem kell idegeskedni, nem kell izgulni, mert a Újpest 2-3 átlövésén kívül nagyobb helyzetet nem is tudott kialakítani. A DVTK idegenbeli sikerét elhozó Újpest elleni bajnokit nézőink pénteken este 8:30-es kezdéssel nézhetik meg a Miskolc televízióban.